Siógárd mellett Leányvárba érkeztünk. A településen is felismerték a pince falvakban rejlő értékeket és azok megóvásán, illetve újraélesztésén dolgoznak. Az itt megtermelt szőlő egy része a szekszárdi borok alapanyagát is képezi, hiszen nem egy nagy borgazdaságnak vannak itt Leányvárban ültetvényei. Hoppá, rajta kaptak. Hát nem csoda, hogy a siógárdi leányvári szőlők ennyire mosolygósak, mint a mesében is, hogy szóló szőlő és mosolygó szőlő, mert hogy gyakorlatilag egész nap süti a nap itt a domboldalon a terméseket és a gyümölcsöket. Hát, ha ilyen helyen élhetnék, akkor én is szívesen lennék szőlő. Jó étvágyat! A turisták ide nem csupán betévednek, hanem céllal érkeznek, és ha valakit vendégségbe hívnak a Leányvárba, az különb megtiszteltetés, mintha a faluban a saját házában látnák vendégül, olvasható a település honlapján, a pincefalu Siógárd szimbóluma. Többféle elgondolás van, hogy kapta a Leányvár nevet is. De azt mondják így, az egyik megoldás az, hogy a Leányvár abból jött, hogy egy török basának ugye három vár volt itt a környéken, egy volt itt Leányvárban, ez volt a leányának a vára, és akkor ebből jött a Leányvár, és ugye egy volt arra a sötét völgy felé, és egy pedig Siógárdtól északra, és ez egyik megoldás az elnevezésnek, a másik pedig az, hogy ugye vész idején ide menekítették a nőket, a gyerekeket, és ebből is lehet, hogy ebből is jöhetett ez a Leányvár elnevezés. Hiszen egy magaslaton fekszünk, alattunk maga településünk, az egy sík terület volt, ugye az a történelem folyamán az inkább először lápos vidék volt, akkor még a település a sárvíznek, a jelenlegi sárvíz folyásának a bal oldalán feküdt, most már jobb oldalán vagyunk. Több összetevője van szerintem a mostani leányvári borgazdálkodásnak. Ugye azt mondanám, a nagyok is jelen vannak. Örülünk az, hogy vannak a nagyok, de ugye jellemzően a Leányvárra a kicsi, hagyományos szőlő előállítás. Én azt mondanám, ez a mostani divatos szó, amit szoktam erre használni, a kézműves borkészítés történik a leányvári pincékbe. Körülbelül 400 pincehely van, jelenleg olyan 250-300 közé lehet tenni a fizikailag is meglévő pincéket, amit használnak is. Ugye a mostani világnak a hátulütőjét azt mi is érezzük, ugye az idősebbek egyre jobban nem bírják a szőlőtermesztést, és a fiatalokat meg sajnos nem ugyanolyan intenzitásba érdekli, mint őseinket. És ez miatt ugye elég sok pinceajtó elég ritkán van nyitva, és el kell, hogy mondjam, hogy ugye ez szerintem nem csak ránk jellemző, hanem ugye erre a borászati, szőlészeti, mert mindenki szereti a jó bort, csak ugye megművelni kevésbé szereti, és a fiataloknak kellene talán egy kicsit ezt a stafétabotot átvenni. Siógárdon is inkább a középkorosztály, illetve az idősebbek foglalkoznak aktívan az ültetvényekkel. Akik meg vagyunk, vagy akik szeretünk kijárni, ugye az nekünk egy nagy élmény, hiszen egy nagyon csodálatos egy területen is vagyunk. Pincék, akit tudta, rendbe rakta, gyönyörű pincéink vannak, nem csak kívülről, hanem belülről is. A most látható épület, ami előtt állok, egy nagyon szép példája annak az arculatnak, amit egy pincefalunak jelképeznie kell. Ugye látható is itt a kis tábla, hogy Siógárd község védett értéke. Ez nem más jelent, mint hogy ugye az utcafrontra, ez gyakorlatilag egy négyszög alapú épület, ami tartalmaz egy feldolgozó részt, illetve egy kisebb pihenő szobát, ahol akár nagyon nyári forró melegben poharazgatni a szőlős gazdák összegyűlhettek, vagy ne talántán pihenni a nehéz munka után. Tehát láthatunk itt egy klasszikus pinceajtót fából, illetve egy ablak, ez is nagyon jellemző ezekre a pince épületekre, és természetesen
hogy egyszintesek az épületek, tehát ez a klasszikus védjegye a feldolgozó vagy a pincefalvak házikóinak, épületeinek. Ezt szeretnénk most a továbbiakban is mutatni önöknek, hogy itt Leányvárban micsoda értékek őrződnek meg az utókornak. A pincefalvak kollektívnak mondható és itt is említett problémáink kívül Leányvárban jól érzékelhető a fellendülés és marketing munka, ami összecseng a Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetségének célkitűzéseivel. Szeretnénk az lenni, mint más borvidéknek, mindig van egy kisebb, egy közönség, egy populárisabb bemutatási helyszíne. Hát akármelyiket is veszük, van ugye Egerbe, ott van a Szépasszony, ugye, vagy mindennek van egy olyan, ahol nem csak a magas igényű vendégek, hanem az átlagos, rövidgatyás, biciklis, turisták, akik arra kíváncsiak inkább, hogy egy jó hangulatban, tényleg a fűbe leülve, elborozgatva, elbeszélgetve egy jó napot eltöltsenek. Én mondom, a mai napig ebben hiszek, hogy szerintem a Leányvárnak lehet egy ilyen jövője, mert az sokat segítene ugye nem csak a településnek, hanem maga Leányvárnak is, hiszen akkor a pincék újra megtelnének talán egy kis élettel. Leányvárban azért így is lehet mindig nyitott pince ajtókra bukkanni, ahol akár egy kis segítség fejében a boros gazda szívesen oltja nem csak a szomjunkat, hanem kíváncsiságunkat is az itt készülő borok mikéntjével kapcsolatban.